kész leszek, várj ne bele, kerül nappal, én is kenek. A végzős 12. osztályos diákok szalagtűző bálját tartották Tolnán, a Szent István Katolikus Gimnáziumban. Pálinkás Gábor, az intézet igazgatója, egy amerikai indián történetein keresztül szólt a végzős diákokhoz. Beszédében a felnőtté válás nehézségeit is kiemelte. Aztán rájött, hogy a félelem nem mindig rossz. Valamikor erőt ad, valamikor erőt adhat kijutni a veremből. Ha jobban belegondoltok, hányszor éreztétek ti is a verem alján magatokat, mert nem értettétek, mit akar tőletek a világ, hogy is kéne felnőni. A stressz része életünknek, de nem csak negatív stressz létezik, ami megbetegít. Az A osztály bécsi keringőt adott elő. A gyakorlás szeptemberben kezdődött, heti egy dupla óra keretében, az utolsó két hétben pedig a testnevelés órák is próbákká alakultak. A közösség az évek során összekovácsolódott, mondta Kis Barbara. Nagyon fáj ez a mai nap, hogy ez az első búcsunk egymástól, vagy az első lépése annak, mert nagyon jó osztály lettünk, hát nagyon jó tanáraink is vannak, úgyhogy minden órán készítenek minket az érettségire, minden feladatot átnézünk, ahányszor kell, úgyhogy ebben elég nagy szerencsénk van, és elég jó programokat szerveztünk így az osztályon, nem csak osztálykirándulás, hanem egyébként is néha összejárunk, úgyhogy ennek nagyon örök, hogy ilyen jó osztályom van. A 12. B osztályosok angol keringővel készültek az eseményre. A táncpróbákat élvezte az osztály, mondta Halász Máté. Az elején még volt egy kis nehézség, bár azt is gyorsan túlszárnyaltuk, és nagyon jó voltak a párok is, nagyon jó volt a tanárunk is, az minden felülmúlt, úgyhogy én nagyon örültem neki. A próbák egy kicsit nehezen mentek az elején a sok óránk miatt, de hát megoldottuk, úgyhogy örültünk neki, hogy így kijöttek a lépések. Vig Vivien, a C osztály tanulója szerint a programok és a tanárok az itt eltöltött évek legnagyobb pozitívumai. Iskolai, akár versenyek, akár testneveléssel kapcsolatos programok, úgy gondolom, hogy az iskolánknak nagyon színes körű a tehetséggondozása is, illetve a tanárok segítségével úgy gondolom, hogy elég jól fel fogunk tudni készülni az érettségi vizsgáinkra. A jövő évi érettségire készen állnak a diákok, mondta Herczig Gábor, a 12. A osztályfőnöke. Pozitív lesz az érettségi nagyon, mert céltudatosan készülnek, és annyival megkönnyítették a helyzetüket, hogy nagyon sokaknak van már nyelvekből előrehozott érettségie, és most már a 12. évfolyamban arra koncentrálnak, ami őket érdeklik meg, amivel tovább szeretnének tanulni. A vizsgára májusban és júniusban kerül sor.